Köszöntelek, kedves Gyuri, autentikus helyen, ugye a kiállításod milliójében. Szerintem most ez a legaktuálisabb és a legjobb, legidőszerűbb helyszín. A tegezés meg onnan vagy, hát én gondolkodtam, de több mint 30 éve ismerjük egymást, tehát sőt, szakmabeliek is voltunk valamikor reklámiparban, hogy kicsit dicsekedjek vele, bár te másik szegmest képviselted. Úgy olvastam egy helyen, hogy te Pécsen születtél. Igen. Tehát még csak nem is Csékúton. Mennyi időt töltöttetek Pécsen? Először is köszönöm szépen a meghívást. Hát nem sokat, nagyon keveset. Tudnék, a történet az úgy szól, hogy nekem a családom Gölléből származik, a Fekete István által ismert Gölléből. Nagyapámnak ott volt egy úgynevezett szatócsboltja, de nagyon jó ment neki, és miután hát elkövetkezett, vagy közeledett a szülés, azt mondta, hogy na nem, hát nem fog otthon szülni az ő lánya, és Pécset volt ismeretsége, rokonai, mit tudom én, pontosan nem is tudom, hogy mi, és akkor levittek oda bennünket. Én ott jóformán csak megszülettem, és utána, amikor hát szállítható állapotba kerültem, akkor elvittek a nagyszüleim szüleim Göllébe. Ott voltam egy ideig, de ne kérdezz, hogy meddig, nem emlékszem rá. Nyilván egész kicsi volt. Mint minden ember kicsinek születtél. Igen, igen. És közben ugye édesapámat meg Csíkutra meghívták tanítónak, és utána én a tulajdonképpeni gyerekkoromat Csíkuton töltöttem. És édesapád ugye 50 évig volt itt tanító, jól emlékszem? Hát 50-ig nem, de több mint 30-ig, igen. Ja, bocsánat, azt valami összetévesztettem, de megénekelted, megörökítetted az ő itteni szerepét egy könyvben, és már, hogy lógrásban haladjunk. Igen. Csékút történetében beleszőve, ugye egy könyvet is kiadtál erről. Hát igen, tűnik az ő tevékenysége elválaszthatatlan volt Csékúttól, onnan, hogy a Levente oktatástól kezdve a kántorizálásig, ami ugye háború előtti időket illeti. És hát megmondom őszintén, hogy én nagyon büszke voltam rá, és szerettem volna egy ilyen megemlékezést, vagy nem is tudom mit, egy ilyen történetet iratni valakivel, újságíró kollégáiddal. Senki nem merte fölvállalni. Megijedtek a feladat nagyságától. Nem attól ijedtek meg, hanem attól, hogy 56-ban ő a anyakönyveket megmentette, és 57-ben viszont kellett egy bűnbak mindenhol, hát Csíkúton őt jelölték ki, és utána elkönyvelték apámat ellenforradalmának, engem meg az ellenforradalmát gyerekének. És ez nem jó kezdés. Nem. És ez végigvonult mindenhol, nekem a gimnáziumban, apámnak a későbbi életébe, mindenhol. És mivel ezt is bele kellett volna írni, de amikor én ezt meg akartam iratni a kollégáiddal, akkor már tulajdonképpen nem volt ezzel probléma, de mégis ott volt egy érzékeny téma volt, ugye? Ott volt a tüske, igen. Ott volt a szálka, és nem merték. És én akkor elhatároztam. Ez borzasztó, hogy van az emberek egy kabát, ugye régó, ez igen. Már közmondásos. Hogy igaz, hogy nem ő lopta a kabát, az ő kabátját lopták el, de akkor is volt valami kabát, ugye? Igen. És akkor én elhatároztam, hogy hát ti nem, akkor majd én megírom. És összeszedtem magam, aztán a Csíkúti Emlékkönyv című könyvet megírtam apám életéről, amiben természetesen beleszőttem a faluban beli tevékenységét, egyrészt kis részben a falu történetét is, és hát később úgy is előkerülne a dolog, a fedőlapjára én rajzoltam meg a Csonka-tornyot, életem nagy ikonikus emlékművét. Szerelmét, ha lehet ezt használni, hogy ezt a szót ugye egy tárgyal kapcsolatban. És utána kezdték a rokonaim, barátaim mondani, hogy miért nem rajzolsz, miért nem festesz. Most a történethez hozzátartozik, hogy én a kirakatrendező iskolában ott ugye tanultam grafikát, meg festést, meg betűírást. Miért mentél kirakatrendező iskolába? Csak még egy gondolat erejéig, hogy kerültél oda? Hogy kerültem oda? Igen. Hát egy kicsit kalandos úton kerültem oda, mert ugye érettségi után én szerettem volna ötödik generációs tanító lenni, de hát nem olyan volt a jellemzésem,
Édesapámnak egy osztálytársa ott dékán volt, és azt mondta utána neki, hogy Gyurka, a csillagos ötösre végzett volna a fiad, akkor se tudtuk volna fölvenni. Na, ennyit a pedagógusságról. Aztán megpróbálkoztam az iparművészeti főiskolával. Hát az őszintén bevallva oda nem volt elég a tehetségem. Aztán megpróbálkoztam a porcelánfestéssel, mert nagyon tetszett volna a dolog. Oda meg sok volt az érettségi. Abban az időben csak 8 általánossal vettek föl embereket. Érdekes, más bizonyítványt hamisít, hogy van neki, neked úgy kell hamisítani, hogy nincs neki, letagadni. Igen, és a történethez még azért hozzátartozik, hogy amikor én elmentem a rendi porcelángyárba, hogy én szeretnék porcelán tervező lenni, akkor mondták, hogy hát nem megy, de elmondtam nekik, hogyha adnának nekem egy szerződést a gyár, akkor nagyon sokat jelentene a felvételinél. Hát azt nem tudják, így nem tudják, úgy nem tudják. És mikor mentem felvételizni, akkor ott volt a Herendi állomáson egy fiatalember rajztáblával. Összeismerkedtünk, kiderült, hogy ő egy későbbi nagyon sikeres porcelán tervező, Szekeres Károlynak hívták. Igen. A Karcsit, nagyon, nagyon jó haverok lettünk. Csak zárójelben mondom, nehogy rossz íze legyen, a Karcsinak nem volt érettségie. Tehát én nem tudtam érettségét. Az képest remek műveket hozott létre, tehát úgy látszik, hogy nincs szoros összefüggés. Az igen, természetesen. Tehát a dekoratív, igen, és akkor, mikor már az se sikerült, akkor mivel én a Padragi Bányász labdarúgó csapatban ifistaként fociztam, akkor hát ott az ismerősök, apám tanítványai felajánlották, hogy menjek a bányához dolgozni. Ez annyira sikerült, hogy a homokbányába találtam magam, és ott egy évig csilléztem. Homokbányában? Homokbányában, igen. Hát a homokbánya hozzátartozott a szénbányához, mert a homokot eliszapolták, és a kifejtett szenet szén helyére beiszapoltak, benyomták az iszapot, azt elfalozták, és így lemongolt össze. Tehát bányász voltál végül is. Hát én annak tartottam magam, de mostani barátaim, akik tényleg föld alatt dolgoztak, azok nagyon nem tartottak engem bányászatok. Az más, igen. Na és utána, mikor hát fáradtan, lucskosan, mocskosan, sárosan hazamentem, akkor hát fölmerült, hogy a régi álmom vagy gondolatom a kirakat rendezés. Akkor viszont édesanyám annyiba közbeszólt, hogy kisfiam, sok a nő, és én ismerlek téged, úgyhogy nem menjél oda. De aztán végül is csak oda mentem, fölvettek, és 2 évig nagyon szuper időt töltöttem Epesten a kirakat rendező dekoratőr szakiskolába. Igen. Mi Veszprémben ismerkedtünk meg. Hogy kerültél Veszprémbe? Ezek szerint oda kerültél? Hát úgy kerültem, hogy ott is kellett szerződés, és a akkori, hát később Komfort lett, de iparcik kiskereskedelmi vállalatnál kaptam szerződést, aminek ugye Veszprémben volt a központja, és hát mondták, hogy mint fiatal végzett kirakatrendező, nem egyedül voltunk többen is, jó lenne, hogyha valami veszprémi központot tudnánk létesíteni, és akkor, mivel a volt feleségemmel a kirakatrendező iskolában ismerkedtünk meg, mind a ketten jöttünk, és először albérletbe, utána pedig egy úgynevezett kis lakásépítési akcióba lakást építettünk, és így ragadtam én Veszprémbe, és onnan ismerjük egymást. Ez nem az a lakás, ahol most laksz, most is ott laksz Veszprémben, ugye? Persze, nem. Szilvádi utca, jól ez mix? A Szilvádi utca, ez a Dózsavárosban egy családi, hát nem. Ez az egyetem fölött, arra a Füredi út fölött levő 4 lakásos kis társasházaknak az egyike, amiben beszálltunk, és 2 kezünkkel sikerült összehozni. Daliás idők igen, voltak, igen, de akkor elköltözt egy idő után a Dózsavárosba egy családi ház, ugye? Jól igen, elköltöztem, el kellett költöznöm, mert hát állásváltozások után a Balaton Turisztnál megszűnt a munkahelyünk. Felszámolták a Balaton Turisztnek bizonyos részlegeit, többek között a reklám irodát is, és akkor kénytelenek voltunk vállalkozást kezdeni. Arra viszont a társasházi emelet teljesen alkalmatlan volt, és akkor kezdtünk keresgetni, és a Dózsavárosban egy rettenetesen lerobbant házat vettünk meg,
amire mindenki azt mondta, hogy nem vagytok ti normálisok. Először is a Dózsavárosba, akkor aznak még nagyon pejoratív értelme volt, meg hát egy ilyen lerobbant házat, de hát sikerült azért megoldani, úgyhogy most már. Na most a vállalkozásod, ha jól gondolom, már nem igen, csak a kirakatrendezésre, sőt elsősorban talán nem is arra alapult, hanem más, a dekorációs szakma más területeit is kipróbáltad. Így van, mert körülbelül ebben az időben kezdett nagyon sok, hogyan mondjam, vállalkozás, meg ez ugye a 90-es évek elején lehetett, ugye? Igen. Nagyon sok vállalkozás jött létre, kereskedők butikokat nyitottak, aztán eladtak, privatizáltak üzleteket, stb. És a klasszikus kirakatrendezés mind olyan, mondhatjuk úgy, hogy megszűnt. De akkor már a dekorációs tevékenység az viszont előtérbe került. Most nem a politikai ünnepekre, a színpadképekről beszélek, amit szintén mi csináltunk annak idején még kötelezőképpen, hanem ezeknek a cégeknek, vállalkozásoknak mindenféle föliratokat, meg reklámot, reklámot kellett készíteni, és abban vettünk részt, és aztán úgy indultunk el a vállalkozással. Hogy emlékszel vissza ezekre az időkre? Gondolom, a munkát kitöltötte az idődet, és a hobbikra, amik mostanában kezdek, úgy néz ki, kiteljesedni, kevesebb idő jutott. Hát azért arra odafigyeltünk, hogy mindig jusson. Tehát akármilyen cégeknél is, mikor dolgoztunk, meg később a magánvállalkozásban is, azért arra, hogy egy évben egyszer minimum 2 hetet, 3 hetet, akár egy hónapot is, ha úgy jött ki a lépés, akkor el tudjunk tölteni kirándulással, pihenéssel, azt mindig megoldott. Ez egy nagyon helyes gondolkodás. Gondolom a kondíciódat, meg a fittséget és annak köszönheted, hogy nem temetkeztél el a munkával, nem nyomott agyon, hanem azért foglalkoztál mással is. Persze, ugyan. Igyekeztem, igen. És mostanában ugye nyugdíjas azt mondják, semmire se ér rá, de inkább foglalkozol festészettel, grafikával, sokat kirándulsz, nyilván a képeid is elárulják, hogy ez élményszerzésen alapul. Hát igen. Tudnilik, amikor elértem a nyugdíjkorhatárt, akkor még bőven dolgoztam, de aztán sajnos elvesztettem a feleségemet, és átvették a fiamék a vállalkozást, és egy idő után szólt a fiam, hogy apa, nem kellene bejönnöd a műhelybe, most már nem úgy mennek a dolgok, mint a te idődben. Pihengessé, olvasgassá, festegessé, írogassá. És ez hát ez egy paradicsomi állapot szerintem. Tudom. Én is erre várok, de hát egyébként még nem mondta a fiam, hogy hagyja az újságírást, nem is ezen a területen dolgozik. De mindegy, ebből a szempontból talán szerencséd volt. És hát mondanék 3 szót, amit igen, most néztem ki egy korábbi újságcikkből. Fapác, fekete kávé, bor. Ezek ilyen élelmiszerek? Is. Neked mit jelentenek? Igen, egy kirakatrendező kollégának a festmény bemutatóján voltam Budapesten, és az egyik képet nagyon érdekesnek találtam, ilyen barnás, vöröses színe volt, és mondom neki, te ezt hogy csinálod? Aztán mondja, hogy hát, miközben iszogatok, akkor a vöröseket a vörös borból, aztán egy kávé azt a kávéval, aztán megpróbáltam, hazajöttem én is, megpróbáltam, és tényleg ment. Tehát jó színező anyaguk van. Igen. A legtöbb... Hát gondolom fapácot nem ívott, de... Azt nem. A leghalványabb színeket az teával, utána kávéval, aztán hát meg utána természetesen fapáccal lehet. Innen jön az akvarell iránti szereteted is, vagy szerelmed? Nem, az párhuzamosan ment. Párhuzamosan ment, csak ez nagyon megtetszett nekem is, és megpróbálkoztam vele, de talán sikerült is. Említettem az akvarellt, ugye, hogy az egy nagyon nehéz műfaj. Én úgy tudom, mint kívülálló, hogy azt nem nagyon kiméri az ember, tehát hamar be kell fejezni, elkezd az ember egy képet, azt nem lehet 2 év múlva, vagy 2 hét múlva se folytatni. Nem láttál ebbe egy kis feszítő erőt, vagy egy ilyen távolságtartás, hogy hát akkor inkább foglalkozunk az akrillal, vagy olajjal? Az olajjal semmiképpen, tehát... A szaga van. Nem. Az is, de... Nem, az valahogy nagyon távol állt tőlem, és a kirakatrendezés iskolában is a plakáttervezést azt ugye vízfestékkel csináltuk,
nem kimondottan akvarellel, hanem vízfestékkel, és az első festményeim nekem is vízfestékkel készültek, általános iskolai vízfestékkel készültek, aztán, hogy kezdtem fejlődni, ha szabad így mondani, akkor aztán már vettem magamnak akvarell festéket, meg jobb ecseteket, meg egyebeket. 30 éve festesz tulajdonképpen. Tehát nem is magadtól jött ez az ötlet, hanem úgy beszéltek rá, ha jól tudom. Igen, hát pont 30 éve jelent meg ez a könyv, amikor rábeszéltek, hogy miért nem festesz. És akkor itt vannak ezek az olaszországi képek. Ez volt az első, amit a könyv fedél után festettem. Aztán elővettem az olasz, meg a többi képeket, és amit úgy gondoltam, hogy hát ez megörökítése. Oda kiválkozik, érdemes. Azt akkor megpróbáltam megfesteni őket kisebb-nagyobb sikerrel. De gondolom jártál például Toszkánában is. Jártam, persze. Hát eredeti helyszíneken Portugália, Szicília. Igen. Ezek mind olyan helyszínek, ahol bőven akad felfedezni, igen, és festeni való. Igen. Nagyon sokat kirándultunk. Hát, talán nem tartozik annyira ide, de én építettem lakóautót például. Volt egy olyan, amit Barkaszból. Igen. És azzal bejártam Európát, aztán utána komolyabb autókból is. És így jutottam el aztán Olaszországot, tényleg végig egész Szicíliáig, de Spanyolországot, Portugáliát, de le az afrikai országokba is. Megismerkedtél-e esetleg helyi festőkkel, és az ember jön meg az utcán, belebotlik ilyenekben, nem? Voltak Párizsban például, fönn a Montmartre-on, persze, hogy voltak festők, de nem. Tudom. Az egy más világ szerinted? Lehet, hogy a sziba. Azokat én művészek... Látszott rajtuk, hogy ők nem dekoratőrként kezdték? Nem, ők művészek voltak. Magadat nem tartod annak? Azt mondják, az a művész, aki annak tartja magát. Nem, ez nem így. Az lehet, hogy azt mondják, de ez nem így van. Én nem tartom magam művésznek. Én ezt azt le tudok festeni, egyiket jobban, másikat rosszabbul, de nem. A művészet az szerintem egy más, egy elemelkedettebb műfaj. Lehet, hogy valahol a határát súrolom, de nem is szeretem, hogyha művész úrnak szólítom. Itt a kiállításon is volt, aki művész úrnak szólított, mondta, hogy nem, az nem itt van. Az. Igen, hát én is kérdeztem egyszer, amikor azt hiszem Csékúton volt egy kiállítás, igen, hogy mit írjak a képek, vagy a neved alá, azt elzárkóztat, hogy művész legyél. Igen. Pontosan akkor te azt mondtad, hogy... Emlékszem? Persze. Üdvözlöm, művész úr, akkor a kiállítás után egy riport, és a kezedben volt egy kamera. Én meg mondtam, hogy a riport mehet, de művész úr nincs. Igen, valami ilyesmi történt valóban. Én emlékszem rá. Azt állítottad egy helyütt, hogy tulajdonképpen te most megérkeztél Csékútra, mert ezt tartod igazi otthonodnak. Igen. Ezt milyen előzmények után döntötted el, hogy te akkor igenis csékúti maradsz, mert nem, hogy leszel? Én azt soha nem tagadtam meg, hogy én csékúti vagyok, tehát én amikor Pesten jártam iskolába, akkor se volt olyan, mint az egyik falubeli sráccal, aki két hónapja volt Pesten, és már pestiesen beszélt, és nem értették, igen, a nénik, hogy mit beszél. Kényegy valaki egy hétre Angliában akcentussal jön vissza. Nálam ilyen nem volt. Veszprémiként is csékutinak tartotta maga. Akkor még ugye ott éltek a szüleim, és nagyon sokat hazajártam is. És én mindig is csékutinak tartottam magam. Most a Csékútból nagyon jellemző részeket ragadtál meg, illetve hát az életed során szinte hozzá tapadtak ezek a dolgok. Például a csékúti pincék, ugye azt előszeretettel formálod meg. Neked is van pincéd? Van? Nincs. Nincs. Soha nem is volt. Nem iszom szeszt, illetve annyit nem, csak hogy pincét tartsak, hogy annyit nem, hogy pincém legyen. Ez onnan van, hogy én gyerekkoromban is volt egy bizonyos szép érzékem, én úgy gondolom, és nagyon sokat... Tagadja le bárkit a körülnézve. És nagyon sokat jártam én föl a Csékúton a szőlőhelybe. Több ok miatt, egyrészt, hogy rettenetesen tetszettek nekem az akkor még zsupfedeles pincék, ugye ez sok ismerős volt, apám tanítványai, egyebek, elbeszélgettünk. Aztán van Csékúton egy ótemető,
amiben olyan fejfák vannak, olyan síremlékek vannak, amit a mai napig csodálok. Aztán meg onnan a Csékuti hegyről gyönyörű kilátás van a Somlóra. Meg a... Több képeden megjelenik, ugye a Somló is. Van, meg a Balaton felvidékére. És ezek nekem annyira tetszettek, hogy szinte nem is volt hét, hogy én nem mentem volna föl a hegyre, és ott eltöltöttem bizonyos időt. Azt állítottad szintén egy helyet, hogy téged a festés megnyugtat. Tehát akkor tudsz igazán, hogy akkor kapsz ihletet, hogyha dühös vagy, hogy valami érzelmi kavarodás ér, és akkor a festéstől megnyugszol. Hát ez igen. Így van ma is, mert ezt már több tíz évvel ezelőtt mondtad. Igen, hát igen, az egy kritikus időszak volt. Igen, megnyugtat, de nem annyira az idegességtől, hanem inkább a problémáktól. A problémáktól menekültem én a festéshöz, akkor elég sok képet festettem, amikor nekem a problémám volt. Aztán ugye 2 évig egyedül voltam, utána pont egy ajkai társam lett, akkor meg az örömtől festett. Igen, hát az érzelmek, ugye? Persze, igen. Az érzelmek előjöttek, igen. Előhívják az emberből a, bocsáss meg, a művészt. Tehát ugye az alkotókedvet fogalmazunk. Igen, mondjuk így, hogy az alkotókedv, igen. Igen. És amikor bánatom volt, és meg akartam nyugodni, volt, úgyhogy éjjel 2 óráig, 3 óráig is, és képes voltam festeni. Az esett jól. Igen, igen, igen. Itt a kiállítás megnyitóján oda nyilatkoztál, vagy egy rövid felvezetőt te is tartottál, hogy szeretnél a jelenlévőkkel találkozni, ez 80 plusz kiállítás, ugye a 100 plusz kiállításon. Ezek szerint jól érzed magad, és még vannak terveid a festészetben is akár? Hát igen, igen. Meg hát ugye itt ebben a riportban azért mindenről lemesett szó, hogy valahogy azután, a könyv után az íráshoz is lett egy kis ambícióm, és hát például az ajkai szóban, az ajkai századokban jelentek meg cikkeim, írásaim, aztán írtam egy könyvet, pont itt az előbb itt volt a Domján Jani barátom, aki nagy, én Veszprém legjobb és legnagyobb tudású családfakutatójának tartok. Vele együtt jelentettünk meg egy könyvet, ami arról szólt, hogy a Csékuti 21 a nagy háborúban. Aztán Jani kiterítette, hogy nem 21, az 26 volt, és ennek a keresgélésnek, ennek a felderítésnek lett az eredménye az, hogy az első világháború emlékére, évfordulójának emlékére, hát nem nagyon szeretem én ezeket a dolgokat mondani, mert úgyis elég sok bírálat ért már érte, de tulajdonképpen az én kezdeményezésemre felújítottuk a Csékuti háborús emlékművet, kitisztítottuk egy fa és egy restaurátor. Fejfák kerültek, vagy nem tudom, milyen új, pontos. Új fejfákat meg. Faragott, igen, új 26 darab fejfát rakott le, és katonai ünnepség mellett, nagyon nagy érdeklődés mellett ugye azt megújítottuk ott, meg létrehoztuk. Meg hát több olyan dolog van, ami igen, csak például hozhatnák, annyi minden van. Például hogy a Csillés emlékmű is a te közreműködéseddel készült, és hát általában motorja vagy, hogy úgy mondjam, a helytörténeti kutatásnak, illetve hát próbálod nem hagyni elaludni a régi emlékeket, és ahogy csak lehet megjelensz. Gyakran publikálsz is, vagy publikáltál az ajkai százokban. Ez az írás, ez onnan jött, hogy a újságírók nem vállalják helyetted? Vagy? Nem, utána már nem is akartam. Nem is akartad? Nem. Ezzel a motorjával azzal baj van. Mert? Azzal baj van. Az egyik kolléganőd írta le egyszer a naplóba, hogy mármint, hogy én lennék a Csékuti közösségi életnek a motorja. Egyik. És ezen fönnakadtak. Volt, aki azt mondta, hogy nem, én vagyok. Nem, azt nem mondta, csak azt mondta, hogy elég belőled. És én azóta visszahúztam a csápjaimat. Könnyen megsértődsz egyébként? Nem sértődök meg könnyen, csak nem bírom az igazságtalanságot. Nem bírom az igazságtalanságot. Meg volt olyan, aki azt mondta, aki semmit nem tesz Csékuti, de tényleg semmit, hogy nem tudom, mit beszél ez itt, amikor nem is Csékuti.
de semmit nem tesz Csíkutér, egy követ odébb nem tesz, egy lapát, földet odébb nem dob. Aztán ez a két dolog, úgy gondoltam, hogy én, amiben segítettem a Csíkuti barátaimnak, minden egy Csíkuti baráti kör keretén belül, azokra odafigyelek, de... De ez ma is így van akkor? Tehát nem távolodtál el a Nem, annyiban nem, hogy azokra a dolgokra odafigyelek, hogy a Kopjafa környéke rendezett legyen, a Csonka-toronynak a kis parkja rendezett legyen, az emlékművek környéke rendezett legyen, erre odafigyelek, és nagyon sokat segítenek nekem azok a barátaim, akik ott laknak még Csíkuton ebben, úgyhogy nem kell olyan nagyon nekem ott üzsögni, csak megbeszéljük, aztán megy a dolog. Hát köszönöm szépen a beszélgetést, sok erőt kívánok még a következő évekre, és találkozunk a 100 plusz Varga György kiállításon. Nagyon helyes. Köszönöm szépen.